Igazi kuriózummal kecsegtették a szervezők a falunapra érkezőket Kaposszegcsőn. Itt rendezték meg az ország első szízlekárt bemutató futamát. Amerikából származik egyébként a verseny, mint annyi sok ága a versenysportnak, de európai gyökerekkel bír. Ugye a járművek azok a 20-as évek európai-amerikai versenyautóit idézik meg, de egy a kettőhöz kicsinyítve, és hát a maguk kis karikatúra stílusában. Az izgalmas szakaszokból álló versenyen három különleges járgány mérkőzött meg egymással. Közülük az 1927-es évjáratú Chevrolet Speedster típusú autó mintájára készített jármű lett a befutó. 70 km/h körüli sebességgel előzte le a társait. Ez egy tesztverseny volt, három versenyjármű vett részt máma ezen a tesztfutamon, amiből valójában teljes pompájában egy futott be Gábor barátom kollégámnak a versenyjárműve, a másik kettő a tesztek során kiderültek a gyenge pontjai, és most éppen azt gondolom, hogy az építőik egy nappal alá téve azon agyalnak, hogy hogy lehetne ebből jól kijönni és erősíteni, és az első valódi futamra felkészíteni a járművet. A pálya, amit megcsináltunk, az rendkívül technikai másra sikerült, én legalábbis úgy gondolom, mert 90 fokos derékszögű kanyart hoztunk, illetve hát úgy van a falu megépítve, nagyon jól sikerült, én úgy gondolom. Nagyon ügyeltünk a biztonság technikai részére, hogy kicsúszás, szalmabála, stb. De nekem, én nagyon sok autóba ültem, de ekkor élményt még nem igazából nyújtott, mint ez a kis autó nekem. A programok között szerepelt egy egésznapos mini kiállítás is, szemedgyönyörködtető négykerekűekkel. A falunapra szép számmal érkeztek a látogatók, ez volt az első nagyobb rendezvény Kaposszegcsőn a járványügyi korlátozások feloldása óta. Annak idején a polgármesteri mottom az volt, hogy ha közösség van, ott jövő és ugye élet is van. És most megmutatkozik itt a nagy Covid után, hogy tényleg megnyithattunk. Rögtön elkezdtük a szervezést, amint lehetett, hogy falunapot tartsunk. És hát akkor jött egy nagy ötlet. Itt az egyik autószerelő sráctól, a környéken mindenki ismeri, Urda Szilárdtól, hogy hát rendezünk egy ilyen Cycle Car futamot. Nem tudtam, hogy mi az, most már tudom, hogy mi a különbség a Cycle Car és a Cycle Car között. Illetve most már láthatták a nézők is, hogy ez mi. Gyakorlatilag 10-valahány autó épül most Magyarországon. Ez egy ilyen bemutató futam volt, gyakorlatilag úgy is sikerült. Az ígéret 6-ból 3-nak sikerült eljönni, abból is az utolsó körre 2 kihullott, hiszen ez ugye próbafutam volt, de arra nagyon jó volt, hogy egy kicsit belekóstoljunk abba, hogy mi is ez. 3:30-kor elkezdődtek a hagyományos falunapi műsorok. Gyakorlatilag nekünk pünköskor szokott lenni a nagy rendezvényünk, az ugye még nem lehetett, de egy kicsit annak a hagyományát, a fúvos egyesületeknek a bemutatás leszűkítettük, és így a Dunaszegcső, Kaposszegcső gyakorlatilag zenél, és mondjuk érdekesség, hogy a Dunaszegcsőben most fellépnek kaposszegcsői zenészek is, gyakorlatilag most konferálják pont fel őket, és érdekességük, hogy gyakorlatilag ők mindig, amióta megtudták, hogy Kaposszegcsőnek is van egyesülete, azóta hívják őket, tehát hogy ők már ápolják a kapcsolatot, reméljük, hogy önkormányzatilag is szorosabbá fűzzük majd a kapcsolatot. Erre is jó volt ez, hogy délelőtt volt egy futballmérkőzés. Dunaszegcső Kaposszegcsővel mérkőzött, Szegcső nyert. Azt nem mondjuk, hogy ki, tudjuk, hogy ki, de teljesen mindegy, Szegcső nyert, barátságos mérkőzés volt. Ez az egy korrupt mérkőzés volt, mert már az elején tudtuk, hogy Szegcső fog nyerni. A falunap egy közös vacsorával és utcabállal zárult.